mindenkit a mai bizottság gyűlésen. Kérdezném, hogy kinek van napi rendelőt közölni valója. Edikkel, Laci, jegyző azt mondja. Jó, akkor Edikke kérlek. Köszönöm szépen, nagyon örülök. Először is szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy lezajlott a bőrgyógyászati szűrés, amit a bőrgyógyászat finanszírozott, köszönjük szépen. 54 ember között a bőrgyógyászat, hát sajnos voltak nagyon csúnya dolgok, úgyhogy volt értelme a szűrésnek. Remélem, hogy a jövőben is ezt tudjuk a tájékoztatni a bőrgyógyászat. A másik dolog, hogy többször jeleztem már, hogy az Arszegi téri úgynevezett játszótéren van egy elfoglalt lakta. És jönnek majd a nyári viharok, nem tudom, hogy történt-e valami egyébben. Legyésztem valaki azt, hogy akkor nem pár. Meg ez már rég volt. Nagyon rég. Tehát szóval is jeleztem azokon fárokon, lehet, hogy úgy értem meg valaki, hogy nem kettőnek. Ugye viszont szakértővel mentek volna, ide megkérdezem, hogy nem köszönöm szépen. A másik az, hogy szintén többször jeleztem, hogy a betegeink érték, tudom az idősebbek, hogy ide helyezzünk egy padot az árnyékos részre, ahol nem háznak meg, és nem tűzünk a laposka, tudunk az önkormányzat környékén mi nem lehet parkolni, főleg nyáron nem. Úgyhogy úgy zajlik, hogy az idős betegeket elhozzák a hozzátartozók, addig elmennek valahova, és amikor végzett a beteg, akkor telefonon kérjük a hozzátartozót, hogy addig ne kelljen itt átcsalódni, mert idősekről beszélünk, hogyha ez megoldható lenne, akkor megköszönjük. Az utolsó, amit szeretnék felvetni még, hogy a Hunyadi János utcában van egy kiadás, ami ki van építve, onnan lehet így kérni. Nagyon sokan járnak oda, még a környező településekről is, viszont az a víz nem volt bevizsgálva, én tudom. Most mennyi voltam? Most én kérdeztem az IMTS-től, hogy mi ez a helyzet. Azt mondták, hogy először is tisztázni kéne, hogy ez az önkormányzat tulajdonában van-e, vagy pedig a Pilisi Parkerdő. Pilisi Parkerdő, és tavaly kérdeztem a Pilisi Parkerdőt, hogy be van-e vizsgáltatva. Nem tudom, kikkel vizsgáltatták be, de ők megérnek, hogy nyilván felvizsgáltatják a vizet, és hogy lehet is fogyasztani, tehát nem is olyan sokat. Már be volt vizsgálva, be volt sok meg az embereket. Igen, tényleg is többen kérdezik, hogy nem lehet. Vizsgáltat, köszönöm szépen. Jó, köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Laci? Két dolog miatt kértem a kockáztatás lehetőségét. Az első az, hogy itt ez a járkalmi hírek. Nem tudom, tudom azt, hogy ennek vannak egyetlen gondolatai, a kristályárkád, tehát kenőtékonyságból csinálja. Nem tudom, hogy mennyi igazából az önkormányzati támogatás, és hát ez a lap mindig az demonstrálja kifelé, hogy teljesen pártatlan. Tehát most már sokadik alkalommal volt, az természetes, hogy mindig a leányfalú, vagy a karitásznak a cikkei vannak a legkisebbeket. Jó, most megértem, választások voltak, és ugye a bérpornokok ellen három hasábos nagy expozénak kellett megjelennie, természetesen nagyobb betűkkel, mint a Karitász éves beszámolója, és hát egy kiemelés nélkül, előtte az idézet kihúzva, tehát számtalanszor össze-vissza törgelve már, és én azt hittem, hogy a Karitász hírek, azok ugyanúgy az önkormányzati hírek lévén, hogy nem felekezetet támogatunk, hanem az egész falut, mert vagy csak a katolikus egyház tagjait, vagy az ottani rászorulókat kellene, akkor nem kéne a Karitásznak működni. Tehát mellette meg, ha megkérdezünk 10 ember, szerintem kapásból 8 azt hiszi, hogy ez az önkormányzatnak alapja. Na most a gazdasági szempontok, nem hiszem, hogy egy külalakot így agyon nyomhatnának. 40 évvel ezelőtt az egyetemi újságot szerkesztettem. Nem volt semmi technika, de ehhez képest egy magazin volt. Tehát egyszerűen vagy az Árpádnak adjunk valami több pénzt, hogy ebből lehessen valami normálisan kihozni, vagy az önkormányzattal kapcsolatos hírek azok külön jelenjenek meg, és akkor azon kívül a
egyéb beszámolók, de nagyon, nagyon fura számomra ez, hogy mi, akik támogatják a Caritást, azoknak ki szoktuk emelni cégeket, hogy mégis egy kis reklámot csináljuk, se kiemelni, semmi most, legutóbb egy éves beszámolóból mi lett, elő kell venni, meg kell nézni, tehát nekem semmi bajom a Kristály Árpáddal, de nem tudom, hogy ha ez egy elfogulatlan, pártatlan lap, akkor miért pont a Caritas fele nyilvánul ez így meg. Ez lenne az egyik. A másik, most volt a földnapja, sétáltam egy nagyot a parkban. Környezeti kultúráról van szó. Én annak idején, ugye számtalanszor olvastam, most is lehet olvasni, Leány Falu, a Dunakanyar gyöngyszeme. Én azért jöttem ide, költöztem ide a legjobb helyre, azért építkeztem, azért hoztam ide a cégemet, azért adózok ide, hogy támogassam a falut. Katasztrofális. Tehát úgy tudom, hogy a házak előtt a lakóknak kéne leírni a füvet. Miért nem tud az önkormányzat ezt elérni? Miért erénytelen? Miért nincs erre egy ember, aki ezt ellenőrzi, és igenis, vannak cégek, örömmel jelentkeznek, számtalanszor zaklatnak engem is, hogy nem kell-e valami behajtást, megveszik a kintlévőséget, mindent elintéznek. Tehát ez így nagyon szomorú. Körbe kell nézni, ugyanúgy néztem azok a fák az újszülötteknek, amik a cserjét lettek ültetve, annak is harmada fele kiszáradt. Ha születik itt egy gyerek, szerintem megérdemelne 5000 forintot, azért 5000 forintért egy 3-4 centi törzsátmérőjük is suhánot lehetne kapni Tahiban, nem pedig az, hogy az erdészet ad valamit, és akkor ilyen kis veszőket. Amik elszáradtak, az azt jelenti, hogy a szülőként vagy a gyerekként, hogy itt volt a fád, és már is kinek. Mellette át nem gondolva, füzek lettek ültetve közel a sétányhoz, mind kiszáradt. Tehát ezeket valahogy össze kellene szedni, meg kéne szervezni azt, és nem tudom hányszor van kiadva az, hogy kaszálni kell, de szerintem annak a fű magasságához kellene mérni a kaszálást, azokon a közterületeket, amit az önkormányzat tart, nem pedig hányszor. Egypólusú egyetlen egy székre van kihegyezve az egész környezet fenntartás Leányfalun, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezen a terül, ezzel kapcsolatban kellene összehozni egy külön összejövetelt és végigvenni azt, hogy mit lehetne tenni, mert ez itt szégyenni a házat. Amióta itt vagyok, csak a CBA környéke és a Moldut környéke, ami parkosítva lett, de az sem önkormányzati pénzből. Köszönöm szépen. Jelzőszó szeretett volna még. Egy friss döntés. Biztos hallották már a hírekben, hogy volt arról egy kormány döntés, hogy akik nem gázzal fűtenek, ők valamilyen formában kapnak az államtól kompenzációt. Ehhez képest, amilyen támogatójogiratot kaptunk, hát nagyon meglepünk, mert ez megint a szociális fizikáról szól. 640.080 forint értékben kaptunk támogatást, és ez 36 erdély köbméter kemény lombos tűzik a vásárlására fordíthatjuk. És azt kellene kitalálni, hogy abban kiramosodik őket, hogy milyen szempontok alapján kinek fogjuk ezt kiosztani. A Pilisi Parkkerülnek a mai postában meg is érkezett a levele, hogy akkor vállalják ennek a kitermelését. De hát ahhoz túl kevés a mennyiség, hogy ez egy faluban meghirdetett kampány legyen. Van, aki már kapott szociális fizipát, tehát valahogy nagyon okosan kellene ezt megfogalmazni. Rászorultsági alapon kell megint kiosztani, de ez meg ellentétben van a kormánynak a hírével, aki pedig alanyjól vonatta volna ezt. Igen, de könyörgöm, hogyha a távfűtéssel, meg a gázzal, meg a nem tudom mivel fűtő, megkapják a 12.000 forintot egy településnek, meg kiszúrják a szemét, és nem is erre hivatkozva 36 erdei köbméter fával, hogy osztjuk el azt úgy a tulajdonosoknak, hogy ez méltányos legyen. Ez egyszerűen
nem tudom, ez engem felháborít, mert ha azt mondták, hogy azok az emberek is, akik fával fűtenek, megkapják ezt a kompenzációt, akkor azt várnám, hogy valóban megkapják ezt a kompenzációt, nem pedig kap egy település, ahol nagyon nagy része bizony vegyes tüzeléssel tüzel, vagy fával, vagy szénnel, vagy akármivel, de nem gázzal, és ezáltal ugye nem kapták meg a kompenzációt, tehát ki vannak rekesztve is, ahogy te is mondtad, bocsánat, de megint rászorultsági alapon. Ott, azoknál az embereknél nem vizsgáltak rászorultságot, akkor nálunk miért kell rászorultságot vizsgálni? Ezt nem értem, ez nekem valahogy nem egészen tiszta, elnézést a Igen, tehát erre lehet mondani, hogy nincs kitalálva, egyáltalán nincs kitalálva. Ő szerinted honnan tudja bárki a faluba, hogy ki fával és ki nem. Tehát ezt valakinek kellene tudni, hogy de most ezt szerinted az önkormányzat, hogy fogja megoldani végig, megy, minél oda megységet. Mondták, hogy ugye amikor elhangzott ez a 12 000 forint, akkor azt mondták, hogy igen, akkor ezt még ki kell munkálni. Szó szerint lehet, hogy ki kell munkálni ezt a dolgot. Nem tudtak ők se kitalálni más, ezt tudták kitalálni. Ennyi. És ugye szociális alap valóban, amikor Júli mondta, hogy 8-20-7, én mondtam, hogy ne, mert hát ez, már tudom, hogy jelentkeztek fával tüzelők, és mondták, hogy hát akkor nekik a 12 ezer, hol a 12 ezer forint. Én pontosan ezt akartam, bocsánat, hogy nekem el is egy. Ugye össze kellene nekünk gyűjtenünk azt, hogy akkor valóban ki az, aki fával tüzel, és ahogy nem tettek különbséget a gázzal tüdőknél sem a szociális rászorultság alapot, nekünk is mondhatják joggal azt, hogy ha ő megkapta, akkor én nekem is meg kell, hogy kapjam. Most ebből mi nem fogjuk tudni teljesíteni, még ha azt mondom, hogy ugye mert elvileg arról volt, hogy önkéntes alapon meg kell igényelni. De most megigénylem mondjuk a dolgot, mert fával fűtök, de bejött nem tudom 2000 kérvény, és avval szemben van itt 36 erdei köbméter fánk, és azt osztuk el a 2000 ember között igazságosan. Hogyan van óva? Ja, és akkor nem beszélve arról természetesen, hogy valakinek esetlegesen ellenőrizni is kéne, hogy valóban fával fűtenek. Szóval... Vagy gázzal is fával, meg a gázzal fűt, akkor megkapta. Ha gázzal is fűt, meg fával is fűt, igen, akkor megkapja a kompenzációt a gáznál. Így van. Editke? Igen, amikor ezt a kormány felvetettel hallottam a médiában, hát én már akkor tudtam, hogy ez a dolgok igazságtalanságok fognak kiderülni. Most, hogyha ezt megkérdetik szociális alapon, akkor félnek azt mondja a lakosság másik része, hogy ez nem szociális tűzik, hanem teljesen jogosan. Itt az lett volna a járható út, hogy mindenki fűt valamivel, tehát akkor mindenkinek minden háztartása fűt, vagy 12 000 forintot fog. És akkor nincs az, hogy te gázzal, te fával, ezt nem lehet kontrollálni, nem lehet ellenőrizni, ezt az önkormányzat nem tudja megválaszolni, ebből óriási megcsinálni. Tehát egyébként hozzátéve, ha így jött meg, nekünk nincs más módunk, mint hogy így osszunk szét, és akkor lehet reklamálni, mi visszük el a balhét megint, mert ugye fogja törni az emberek, és felik a tapszalot. Ezt valahogy újságban kell majd publikálni, hogy így jött meg. Itt kiosztva, így lesz, kiosztva, hogy ugyanazok az elszámolási szabályok vonatkoznak rá, mint a szociális tűzifára. Mivel nekünk most éppen a Gáborral beszéltek elő, lejár a tetom határon kívül helyeződik a szociális tűzifa rendelet, hiszen erre az időszakra nem számoltunk, akkor majd új szociális rendeletet kell, vagy szociális tűzifa rendeletet kell ez alkotni. Tehát elég bonyolult. Szerintem a szociális alapon, ami tűzifa osztás szokott lenni, mert olyan hatalmas mennyiség hozzá kéne rakni, és akkor abban a keretben, mert most beszélgetjük, ebből csak forradalom lesz. Így is voltak akaratlanul, ugye elég nagy felháborodások itt a faosztás körül, tehát állt a bál. Igen, csak joggal kérheti számon a hivatalon a lakosság, hogy ugye a kormány azt mondta, hogy megkapják ők is. És mi ezt nem dughatjuk el, vagy hogy mondjam neked. Ezt nekünk közölnünk kell, hogy a kormány ennyit adott, és ezt kell elosztanunk, és azt is, sőt, azt is megszabták, hogy jegyző azt mondta, rászorultsági alapon kaphatnak, csak akik fával tüzelnek. Nem tudunk más csinálni. Ez lesz a másik, hogy ki a rászorult, ugye? Egyből mindenki rászorult. Igen, persze, persze. A
családsegítő társulások működését, vagy családsegítő társulások működését vizsgálta a kormányhivatal, és megnézte mindenkinek, a társulás tagjának megnézte a helyi rendeletét. És azt találták ki, nem tudom ez miért jó, ez nekem nem tetszik, de minden településnek a helyi rendeletéből ki kell venni azokat a szakaszokat, amely a családsegítésre vonatkozik, és áthivatkozni a Szentendinek most elvileg volt héten elfogadott helyi rendeletére, hogy a részletszabályok ott vannak. Úgyhogy hozzá kell nyúlnunk a rendeletünkhöz. Én ezt azért nem tartom jónak, mert most miért baj az, hogyha két rendelet is foglalkozik. Nyilván miénk amúgy is általános jelenleggel foglalkozott. A szociális törvénynek a szakaszai voltak a helyi rendeletben, tehát nem is értem. Na mindegy, szóval hozzá kell nyúlnunk a rendelethez. Viszont ha már hozzá nyúlunk, akkor igazom is történjenek, hogy a többi szakaszhoz kell-e valamit módosítani, van-e valami más javaslat, ami eddig nem volt jó, mert akkor ilyenik alapján. Igen. Mi a 36 körméter? Tehát erre nincs hivatkozás. De megvan, ha kitől vehetjük. Sajnán ennyi adja a Vilisi Parkban. 36 erdély körméter, 600 körméter. Megint rendelték már a pont. 30-60, 80 forintra végződik, tehát akkor biztos, hogy pontosan ki van számolva, hogy mennyi. Mi az is lakosság számolató, vagy a Dunabotán egy kicsit kevesebbet kapott, ő még mindig is be tud ezzel mit kezdeni, mert ma beszéltem az otthoni jegyző kollégával. Jó. Igen, most én még az egyébben most szeretnék, én vagy az egyébben tehetett fölvállalni. Igen. Legős tábor és Zorvilla. Jó. Igen. Jó, Rekőstábor is az Orvilla, oké. Egyébként nem akarom megválaszolni, csak egy szóval az újságra reagálni. Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés van, megnézted a költségvetésről szóló cikk, vagy a választásról szóló beszámoló is utolsó oldalon szerepel. Igen, lehet rajta gondolkodni, ugye korábban a logói vitték ezt az újságot, akkor azt kell csinálni, a logóinak visszaadni, és akkor ennyi. Ha elégedetlenek vagyunk, meg lehet tenni, semmi probléma nincs. Mondjad is. Mi van akkor? Tehát nem kell itt ebből palota forradalmat csinálni. Egyszerű az önkormányzat meghatározni, hogy mely témák azok, írások, amik az önkormányzatra kapcsolatban. Két részben állna. Első részben megvan, elkülönülve ez az önkormányzati. Meg lenne az, hogy mennyit fizet oldalanként az önkormányzat, és akkor az alapján fizetne, a többi részsel pedig azt csinál a kristálypár. Tehát ez mint egy mellékó hozzáfűzött rész lenne az önkormányzat. És akkor nincsen ebből probléma, nincs az, hogy ha elkezdek egy cikket, egy jó dolgot számtalan esetben beállnak írása, aztán eltűnik. És akkor 5-6 oldallal odébb egy ilyen fikarszínban olvasok egy cikket, nézem, nem értem, mi a folytatás. Akkor jövök rá, hogy szent éve 5-6 oldalra ezelőtt jó dolog. Ha meg igen, hogy beszélek a Palival, meg az Andrással is. Jó, ezt kellene így megoldani, és akkor kész, semmi gond. Igen, mert esetleg a reklámot nem az írások közepébe tennék be, mert mindenféle furcsa reklám van. Tehát megy az adventi programunk, és akkor benne van valami nagyon furcsa reklám. Tehát, hogy ezt is valahogy a reklámokat akkor ne ebbe a részbe tenné be, hanem a saját részében, és nem az önkormányzati részében. És még egy dolog, hogy ne tördelje ő a mírás, ne emeljen ki, mert volt olyan korábban olyan cikk is, ahol vastag betűvel kiemelte azt, volt egy felhívásunk egy rendezvényre, és kiemelte, hogy az idő megszűnt, hogy ne elmarad, és akkor kiemelte azt ő önmaga, hogy elmarad az egész. Valaki ránézett, van egy felhívás, és fél oldal, és akkor vastag, hogy elmarad. Tehát egyszerűen abszurd dolgok vannak, tehát akkor nyílt békesség, és az alapján fizessen akkor az önkormányzat, hogy oldalanként, és akkor ezt mindig el lehet számolni, hogy hány oldalt vett időnbe az önkormányzat. És akkor ez teljesen reális is anyagiakban. Azt javasolhatunk. Szeretném, akkor a NAV kiküldött napirendeket mindenki megkapta. Szeretném megkérdezni, hogy az most jártan javasolt egyebek kiegészítéssel elfogadjátok-e a napirendi pontokat? Egyhangú, köszönöm szépen. Vegyük előre az óvodát? Persze. Jó. Akkor viszont cserélünk egy napi rendi pontot, jó?
pontként akkor tárgyalnánk a döntés a Tündérkert óvoda vezetőjének további 5 évre való megbízásáról, vagy a köznevelési intézmény magasabb vezetői beosztásával összefüggő pályázat kiírásáról. Kérem a segítségedet, kérdőszont, hogy tájékoztatok a bizottságot. Igen, tehát az óvoda vezetőnek ugye június 14-én lejár a vezetői megbízatása. Két lehetőség van ebben az esetben, mivel ugye az első ciklusát töltötte, vagy jár most ugye júniusban, ezért a törvény lehetőséget ad arra, hogy további 5 évre, amennyiben a fenntartó és a nevelő testület is egyetért ezzel, akkor további 5 évre kapjon kinevezést. Ekkor nem kell pályázatot kiírni. Most úgy szerepel itt a bizottságban majd a testület előtt ez az anyag, hogyha úgy döntenek, hogy pályázatot szeretnének kiírni, akkor annak is a határideje tartható. 30 napra meg kell jelentetni, és meg kell jelentetni a közigállás.hu egy ilyen internetes felületen, és meg kell jelentetni a kulturális közlönyben. Kulturális közlönyben. Ennek nagyon érdekes a megjelentetési vagy megjelenési időszaka, mert hogyha mi leadunk egy hírt, beszéltem velük, ha fizetünk 20 ezer forintot, akkor 3-4 hét alatt fog megjelenni, tehát már addig a 30 nap lassan. Ha nem fizetünk, akkor pedig 6-8 hét a megjelentetés. De a 30 napos közzététel az nem a közlöny megjelenésétől számítandó, hanem a közigállás.hu-n való megjelenéstől, tehát még mindenképpen tudjuk tartani ezt az időt. A nevelőtestület döntése egyhangú volt, tehát támogatják az óvodavezető asszonynak a további megbízatását, és ezt aláírták az ottani fizikai dolgozók is, tehát a közalkalmazotti dolgozók, illetve az óvodapedagógusok is külön. Sírt egy levelet a vezetőasszony polgármesternek, amelyben kinyilvánította a közös szándékát, hogy további öltőre szívesen vállalta ezt a vezető megbízatást. Köszönöm szépen. Szeretném kérdezni a bizottságban, hogy Teri. Javaslom a bizottságnak, hogy ne pályáztasson, mert amikor elolvastuk az intézményi értékelést és a hozzákapcsolódó tanfelügyelet meg a többi szakmai dolgot, egyértelmű, hogy jól működik a szobor. De vannak ugyan kisebb-nagyobb, de mindig vannak vita témák, akármilyen intézménnyel, ezeket szerintem az óvoda jól kezeli. És rugalmas, láttuk, hogy volt olyan helyzet, amikor vissza tudott lépni, tehát nem ragaszkodott a kövelése dolgokhoz. Köszönöm szépen. Köszönöm. Valakinek még? Edike? Nekem is az a véleményem, hogyha a kollégák és a közvetlen Andrával dolgozó emberek meg vannak vele elégedve, itt az önkormányzatán is soha nem hallottam meg, aki dolgozt róla, akkor én is azt javasolnám, hogy fogok előzni. Köszönöm. Azért megkérdezném óvoda vezető asszonyt is, hogy azért ehhez valamit hozzáfűzni. Igaz, hogy leírtad, de valami hozzáfűzni való esetleg. Hát én szeretném megköszönni ezt az 5 évet is, ugyanis ez nekem nagy tanulópénz volt, mind sikerekben, mind negatívumokban rengeteget tanultam belőle. Úgy érzem, hogy a vezetői pályázatomban foglaltakat valamilyen részben sikerült megvalósítani, de vannak még olyan elképzeléseim, és amik le voltak írva a pályázatba, amit lehet, hogy a következő 5 évben esetleg közösen együtt a nevelőtestülettel meg tudunk valósítani. És én szeretném továbbra is azt, hogy a gyerekek és a szülők is jó szívvel jöjjenek az óvodánkba. És köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. Más? Jó. Akkor kérdezem a bizottságot, hogy javasoljuk a testületnek elfogadásra, hogy ne írjon ki pályázatot óvodavezetői állásügyben, hanem a további 5 évre is a jelenlegi óvodavezető asszonyt nevezze ki. Aki ezzel egyetért, az kész feltartással jelezze. Egyhangú, köszönöm szépen. Köszönjük. Akkor a következő napirendi pontunkban visszatérünk. Rendes sorrendben. Na most itt a kettő. Igen.
nem jelentek meg a képviselők. Ugye a második napirendi pont döntés a Figyelj Rám Közhasznú Egyesület 2017-ben lánytanú végzett tevékenységéről szóló beszámolójának az elfogadásáról. Ugye a beszámolót megkapta mindenki, itt végig tudtátok olvasni. A képviselők sajnos nem jelentek meg, úgyhogy hát nem tudom magunk között, hogy ha valakinek esetleg van valami kérdése ezügyben, hát ha tudunk rá válaszolni. Editke? Kérdésem nincs, viszont nagyon szeretném megköszönni így is, hogy nincs itt senki, sajnos. Tóthné Borkit Csillának, aki helyben dolgozik a kudérámosok állományában. Nagyon sokat dolgozik a Csillán, nagyon lelkiismeretesen szeretik őt az idősek, még a feladatán kívül is támogatja, dobogatja, pártolgatja az időseket, úgyhogy én szerettem mondani, hogy a vezetőségből valaki megjelent volna, megköszönöm a Csillának a munkáját. Abszolút egyébként. Köszönöm az Editnek, ezt tudom, akárhányszor találkozunk, mindig fut a Csilla valahová. Mindig azt mondja, majd beszélünk, de most nem ment ide. Tehát tényleg lelkismeretes. Hivatal részéről eseket? Szerintem is. Abszolút nagyon örülök, hogy azért ez az együttműködés továbbra is jó, és mert nagyon nagy igény van rá, úgyhogy tényleg csak köszönetet tudunk mondani. Én azt hiszem, hogy feltettem a kérdést, hogy javasolja a bizottság a testületnek elfogadásra a Figyelj Rám Közhasznú Egyesület 2017 évi beszámolóját. Aki ebben egyetért, nagy hangú, köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Dunakanyari Család és Gyermekjóléti Intézmény 2017 évi beszámolójának az elfogadása. Szintén sajnálom, hogy a kiküldött meghívó ellenére nem jelent meg senki. Itt is ugye megkaptuk a beszámolójukat, ugye el lehetett olvasni, és ők is nagyon sokat vannak jelen végül is a faluban. És van is munka, hiszen hát tudjuk, hogy mi is számtalan esetben javasoljuk, hogy forduljon ugye a családsegítőhöz. Én azt hiszem, hogy én a magam részéről el tudom fogadni az ő beszámolójukat, de kérdezem a bizottságot. Editke, csak egy kérdésem lenne ezzel kapcsolatban, hogy olvashatjuk egy táblázatot, hogy a térségben ők hogy működnek, és hány esetük, illetve ők volt. Itt Lánfalunk már szerepel. Én nekem az volt a furcsa, hogy ugye itt bármilyen szociális kérelem van, ezeknek a 80%-a végén szerepel a határozott javaslatban, hogy a család segítővel vegye fel az illetően kapcsolatot. Most ennek alapján én nem értem a táblázatot. Jó. Okay. Hát számtalan esetben visszajelzést is kapunk, hogy fel is vették a kapcsolatot a család segítővel, úgyhogy nem értem ezt nem kényesen. Jegyzőasszony válaszol, ja, és akkor utána Laci. Biztos, hogy nem így van. Nem most nincs előttem ez a beszámoló, de egyrészt nagyon sok családot, én magam is ismerem ezeket a családokat, vagy legalábbis sok családokat, akivel tudom, hogy foglalkoznak. Meg látjuk a munkájukat, hiszen egy hivatalban is töltenek el több munkaórát, és látjuk, hogy folyamatosan jönnek hozzájuk az ügyfelek. És itt egész széles spektrumon, tehát van, akinek az álláskeresésben segítenek, több állásos is van, akinek például ez most az ügyel, de itt gyermekvédelemtől kezdve tényleg nagyon széles a spektrum. És a szektrum, amit véletlenül nem jön. Valószínűleg mi kapták meg a számot. Még annyi, hogy sajnos volt olyan ügy is, ja, ez ahol... Ez egyébként vonatkozik, hogy ami hatósági intézkedés nyomán gondozott családok száma. Hatósági az intézmény. Egy típusú ügyre vonatkozik. Hatósági intézmény. Amikor védelemre vétel. Védelemre vétel. Ez a tavalyi évre vonatkozik. Ez a beszámoló védelembe vétel tavaly nem volt, most én úgy tudom, hogy van. Tehát most a jövő évben majd lesz más lesz szint a szám. Ami viszont még érdekes velük kapcsolatban, ha már nálam van, azt nem befejezem, hogy nagyon, nagyon komoly munkaerőhiányok vannak. Tehát ez panaszkodik is a vezető, hogy egyszerűen nem találnak szakember, kevesen vannak, és több munkatársra lenne szükség. Milyen szakirányú végzettség felhozza? Szociális munkás.
Igen, tehát itt a, nem tudom, megkérdezem, családgondozói végzettséggel, meg gyermekjóléti végzettséggel dolgoznak itt a kollégák, de szerintem a szociális végzettség is jó felső. Mi volt utoljára az ülésnek, hogy rendszeresen van, mert tudjátok, hogy a körülbelül a járásban van a központ, igen, és akkor egy ilyen bírcsat is, hogy állandóan ajánlódik, az is ugye megint csak egy hihetetlen anomália, hogy nem tudják föltölteni a létszámot, viszont az állattól van egy elvárt létszám. Uh-huh. És ha nem tudják föltölteni, akkor visszakérik a pénzt. Tehát vissza kell fizetni. De a 22-es csapdája, hát most ha fölvennének, akkor sem tudnak fizetni, mert vissza kell fizetni a pénzt, amit arra a létszámot adnak. És nem képtelen feltölteni. Nincs embere. De nem tudni, hogy mi lesz, mert eddig ez nekünk nem került pénzünkbe. De most lassasban elfogy a korábbi éve tartaléka, és nekem élet már, ugye úgy volt egy ülésen egy kisebb vitat, aztán megegyeztük, mert egyrészt máshova akarták elosztani a fizetendő összegeket, pedig megállapodtuk, hogy lakos számolányosan ez elosztva. Tehát valószínű lehet, hogy idén még nem, de jövőre 3-4 000 forint éves szinten ebbe kell majd pénzt venni. Nem tudják meg. Tehát magyarul az állami támogatás nem elegendő a szervezetnek is, és a társulásnak, meg a magának a társulatnak a fenntartásának. Elég bonyolultó van ez megcsinálva, tehát dolgoknál kivált, tudjátok, kivált ebből, mi benne maradtunk, mert úgy gondoltuk, hogy szakmailag talán jobb. Szerencsénk volt, mert kaptak embert, mert én mondtam, én érveltem azzal, hogy hát úgy tűnik, mert ők azon fenyegető, csak figyelmeztetek rá, hogyha tegyük, hogy bárki ilyen megy, mint ha ők se kapnak embert, az érzésé, hogy mi kapunk rá. Mert erre elvileg 3.600.000 forint éves támogatás jár az államtól, és hogy átfordulva egy státusz szükségelteti. Ezt áll, hogy ők kapják. Hogyha mi átvennék, akkor mi kapnánk? Jó, hát lehetne egy fizetést csinálni, akkor itt ülne egy, akár egy megfelelő alkalmazott, de hát tényleg van rá esély, hogy ha ők kapnak, akkor mi se kapunk. Bognány azért sikerült, mert Nagymaroson vagy hol volt egy emberük, és akkor az nem akar révezgetni, és ott ők ezt meg tudták csípni. De szóval ez rizikós. Meg hogy vajon a szakmaiság mennyire teljesül, mert ugye a Bognányban elhangzott, hogy hát is nálunk is. Szóval most őszintén szólva, nem biztos, hogy egy teljes munkaidős feladat. Ha 6-6 másra van ott mellettem, pedig akkor csak itt van, ha hozzánk jön, hetente kétszer, de hát itt vannak 4-5 órákat körülbelül, és az ugye elég meg is tűnik. Ez a rosszabb helyzetű falunkban, tehát rosszul van a normális meghatározva, de úgy tudom, hogy ugye olyan helyeken, ahol több kászorút van, ott még rosszabb a helyzet, mert ugyanannyi a normális, oda több ember kíván. És itt is megszabták azt, hogy Leányfalunak egy státusz kell, hogy legyen, egynél nem lehet kevesebb. Pedig hát logikus lenne, hogyha kevesebb az eset, hát akkor minden lehetne 0,4 státusz. Jó, akkor ha ezzel kapcsolatban... Igen. Tehát működik a családban, nekünk a karikász nagyon jó kapcsolatunk, tehát együtt dolgozunk velük. Tudom, hogy akkor ezek szerint én megolvasnám figyelmesen. Jó. Akkor kérdezem a bizottságot, hogy elfogadásra javasolja a testületnek a Dunakanyari Család és Gyermekjóléti Intézmény 2017 évi beszámolóját. Aki igen, egy hangú. Köszönöm szépen. Jó, következő napi rendi pontunk a beszámoló az elmúlt időszak kulturális rendezvényeiről, valami tájékoztatás az áprilisi programokkal, a májusiról kapcsolatban is. A falunapról. Igen, hát az majd következő. Köszönöm, Bea. Igen, hát szeretném tájékoztatni a testületet, hogy elvégeztem a közművelődési szakértő akkreditáltam folyamat. Ez támogatott képzés volt, a Nemzeti Művelődési Intézet által támogatott képzés. Akkor továbbá van egy nagyon jó hírünk, hogy az 5. Szalária filmszemén diákfilm kategóriában indul az 1956 Gyerekszemben című film, melynek alkotói a Ragósára Szabó Bence, Szilágyi Bálint, Szilágyi Péter, és itt van köztünk Texas Orsolya a rendező, de mivel a gyerekek készítették a filmet, így hát ilyen film kategóriába tették a
filmet, és május 23-án, 24-én, 25-én lesz a döntés. Szombathelyen az Agora Szeveria Filmszínházban. Április 27-én pénteken vetítjük a filmet az 56 gyerek szemmel a Dunakeszi Fazekas Mihály iskolában, ugye? Radnóti Miklós iskolában vetítjük. Orsi megy a gyerekekkel és mutatja be az alkotót a végzős gyerekeknek. Tehát a film az folyamatosan forog és folyamatosan hívják a filmet vetítésre. Folyamatban lévő pályázataink. A mai napon Csúri Sándor programhoz adtunk be pályázatot. 10 alkalmas családi népi játszó és táncház Abonyi Zsófia Urbán Márton vezetésével. Ez a családi népi játszó és táncház nagyon régóta volt a faluház, mert sokáig az NKA támogatta, egy jó ideje, egy éve nem tudunk rá pályázatot szerezni. Továbbra is úgy döntöttük, hogy visszük, és most végre úgy néz ki, hogy lesz rá forrás. És akkor most oda tettük be, ez kézműves foglalkozás, táncház, népdaltanulásra kértük fel az Orsit, illetve gasztronómia, tehát főznek is a faluház mellett a terv szerint, mert kiderül, hogy ebből mennyit tud megvalósulni. A Nemzeti Kultúrás Alapnál van további 11 pályázatunk, ami elvilálás alatt van, amit talán nem mondtam még a múltkor, az a jazz és irodalom zenei utazása 20. századba. Ez Bolba Évével készítenünk ezt a irodalom és jazz kapcsolata. Bolba Éve és a Bedő Szilviát kértük fel az irodalmi részről, egy négy alkalmas előadás sorozat a 20. század világában. Illetve beadtuk a Lurko Jazz Műhely négy alkalmas családi zenei utazás megrendezése a jazz világába, szintén Bolba Évivel. Úgy mondom, hogy a többit már mondtam elmúlt évben, ezek az újak, amiket most beadtunk, és akkor még további 90 kortárs zenére, tudatos párkapcsolat, munkába visszatérés segítő kommunikációs tréning a kismamák számára, a Lányfalusi Szekérszínház vendégszeretése a Vajdaságban, akkor a Mátyás Deák Vásári Komédia és három Abbanubák pályázatunk, Barabás Márton Kecseti Gabriella, illetve egy nagy Abbanubák kiállítás az Abbanubák galériában. Ez is még folyik. A Művészeti Akadémiához nyitottunk be négy pályázatot. Ott még eddig nem sikerült nyernünk, de nem adjuk fel. A Nemzet Színészei Leányfalon című kiállítás létrehozása felkért kurátor Nagy András. És akkor az ő, mint színháztörténész, illetve ős leányfalusi, az ő segítségével állítanánk össze ezt az anyagot, az ő kurátori munkájával. Akkor itt van egy nagyon érdekes, egy nagyon szép pályázatunk. Itt van Leányfalon, a Százdoktor úr csinálja a hitelbe, és ő vezeti a hitelmúzeumot. És már régi vágya, és nagyon régóta dolgozik rajta már, azt hiszem 6 éves munkája, hogy kiadni az összes hitelt egy kiadványban, ez 1000 oldal, és illetve értelmezni az 1935 és 44 között Kolozsváron írt, az író szülői házában, Százdoktor úrnak a szülői házában adták ki, és az ő a szülei segítségével a hitelt, és ennek a nemzetpolitikai szemlének a 10 évfolyamát egybe szeretnénk kiadni. A közel 1000 oldalas mű 220 szerzőt vonultat fel, többek között Tamási Áron, Márton Áron és Ravasz László írásait. A könyv megjelenését Hoppá Péter kulturális felelős államtitkár 2,5 millió forint támogatásban, Balogh Zoltán miniszter úr, volt miniszter úr 2 millió forint támogatásban részesítette. Társkiadónk a Jancsó Alapítvány. A Jancsó Antalékkal közösen adnánk ki, és 500 példányban jelenik meg, ami most már biztos, mert megkaptuk a támogatót. Hát akkor ez egy nagy terjedelmű, egy nagyon nagy dolog, úgy gondolom a falunak is, hogy ez megjelenik ez a könyv. A Bethlen Gábor alapkezelő által támogatott programjaink Ravasz László református püspök emlékkiállításának bemutatása 10 erdélyi városban. Erre kaptunk 800 000 forintot.
Itt Bánfihunyad, Kolozsvár, Székelyudvarhely, Torda, Nagyenyed, Felenyed, Marosvásárhely, Kézdivásárhely, Csíkszereda és Nagyvárad jelezte vissza eddig, hogy szeretnék fogadni a kiállítást, de már több helyről is kaptunk megkeresést, hogy mindenképpen számítanak rá, és ezt majd át kellene gondolni a kulturális bizottságnak, illetve a képviselőtestületnek, illetve még át kell beszélni a családdal, hogy miután Bánfihunyad testvértelepülés, onnan indulna el a kiállítás, és akkor ők mennék kézbe a kiállítás ilyen irányítását, hogy ezt esetleg egy következő napirend, vagy következő alkalommal ezt átbeszélnénk, hogy egy tímmel, hogy itt a önkormányzat, illetve a református gyülekezet hogy tud együtt dolgozni ennek a kiállításnak a bemutatásában. Ez egy éves projekt. Itt nagyon sokat segített Kovács Tamás lelkész úr ennek a projektnek a létrehozásában. Ő rajta keresztül kaptunk meg egy csomó kontaktot, akik elképesztő, hogy egyből válaszoltak, egyből nagy örömmel, tehát úgy gondolom, hogy nagyon nagy hiányt pótoltunk mi ezzel a kiállítással lent. Továbbá megkeresés érkezett Kárpátalja kormánybiztosától, hogy szeretnék Kárpátalja területeken bemutatni a kiállítás, ez ügyben még folyik a tárgyalás, hogy akkor oda is egy új, tehát ezek ilyen külön kiállításokat gyártunk le, és végül is nekik adjuk, hogy azon a területen tudják tájoltatni és ott kiállítani, ahol gondolják. Van bent egy pályázatunk szintén a Bethlen Gábor alapnál, ez még folyamatban van, elég komoly, tehát támogatásra, úgy tudjuk, hogy támogatásra méltó. Ez a forradalom előestéje, a Leánykolosi Szekérszínház vajdasági fellépése 2018. március 15-16-án a Vajdaságban. Hatalmas, felvétleges sikerrel lezajlott. Bácsfekete-hegyen voltak, Szabadkán, és Török Kanizsán. És az elvárás folyamatban van, de várható, hogy ez meg fog érkezni. A Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítványtól kaptunk 1 millió forint támogatást, és ennek köszönhetően jelenhetett meg ez a kiadványunk. Köszönjük szépen azt Marián és polgármester úr segítségét, közreműködését. Ennek az érdekessége, hogy a kiállítási tablók mellett a család válogatta össze a családból Bibó Borbála, Szacsai Éva és Tőzés Orsolya ilyen szemelvényeket, hogy elindítsák a olvasás felé vezető úton a fiatalokat. Ezeknek a célcsoport a fiatal generáció. Egy nagyon sokszínű válogatás, érdemes lenne elérni, és hogyha esetleg szüksége van valakire, úgy gondoljátok, hogy jó helyre tudnátok adni, szóljátok meg, még van akár most is nálam. Ezeket a kiadványokat a kiállításokkal együtt hagyjuk ott a településeken, általában 10 darabot, most Pápán volt a megnyitó, ott 50 darabot hagytunk, mert ott a pápai teológia hallgatói vannak. Steinbach József püspökön nyitotta meg a kiállítást, én kinyomtattam és elhoztam nektek a megnyitó szövegét, érdemes elolvasni, tehát nem hosszú, én úgy mondom, hogy egy gyönyörű kárt, hogy kimaradt a kiadványunkból, ezt bele kéne fűzni, egy nagyon szép gondolat. A következő kiállítási helyszín Ravasz Lászlónál Szóládra megy a Református Egyházközségre, illetve erre az évre teljes mértékben lefoglalták már, tehát nincs időpontunk a magyarországi helyszínekre. Júliusban megy Felsőre, Burgarlandba, Nyugat-Európai Magyar Református Látigondozó Szolgálat éves rendezvényére, ők is kérték. Tehát itt csak így nézzünk, hogy milyen sok helyről, hova megy a híre, és hogy milyen sok helyre. Az az érdekessége, hogy ebben van 3 leányfalusi tabló is, talán emlékeztek rá, tehát leányfalu, de most úgy mondom, hogy rendesen forogni fog az országban, illetve a határokon túl is. És akkor átérnék a programokra, hogyha nincs ezzel kapcsolatban kérdés, nem tudom, a kérdés. Akkor
Április 28, Selyem Mandala festő tanfolyam lesz ismét nálunk Fehér Csilla vezetésével. Elképesztő, hogy folyamatosan keresik a csillát, és folyamatosan újabbakat és újabbakat kell indítani. Talán említettem, hogy nyáron tábort fogunk, egy workshop tábort fogunk indítani, ami egy reményem szerint már 4 napos lesz. Lehet mondani, jelentkezni, ez egy kicsit rendhagyó, tehát ilyen még nem volt nálunk, de elképesztő igény van rá. Lesz családi népi játszónk. Május 4-én koszorúzás és emlékezés, Fábián Zoltán, József Attila díjas író halálának 35. és Szeverényi Leher 3-szoros József Attila díjas író halálának 20. évfordulója tiszteletére az író beányfalai lakóháza előtt. Az író beányfalai lakóháza előtt. Május 4, péntek 15 óra. Mindenkit szeretettel várunk. 14:30-kor indulunk a könyvtárba. Május 11-én lesz egy egészségmegőrző előadásunk, előadás és tanácsadás. Mindenkit szeretettel várunk. Május 11 péntek 6 óra. Május 12-én lesz Avanovák galérián Buczko György Munkácsi díjas üvegművész kiállításának megnyitója. Május 12-én szombaton Retro Dreams Party. DJ Náksi Attila és házigazda DJ Schneider. Ez egy teljesen új dolog, megkerestek minket, kis tartsaiak rendezik, megy az országba, ez egy lánc, tehát több helyen van. DJ Náksi Attila egy nagyon híres DJ. És jó eséllyel örülni fognak neki sokan, hogy mindenkit nagyon várunk. Igen, május 18-án folytatódik a táncház, a Forgasi Beuda és Lángolja a szoknya is, a Szent Anna Cserkész csapat szervezésében, amit remélünk, hogy szeptembertől újra egy évig tudunk majd vinni. Itt az orsiékat kérjük, hogy segítsenek ebben nekünk, mert ez egy nagy hiánypótló táncház. Május 21-én hétfőn az ÁSZ dráma csoport előadásai lesznek nálunk, ez pünkös hét, hagyományosan minden évben nálunk mutatják be előadásaikat. Ezek az Árpád Gimnáziumnak a gyerekei, illetve az ÁSZ csoportnak a tagjai. 4-től képregényes életünk, 7-től a Svábok címmel. Lesz Dunabogányi Zeneiskolai vendégének zongoravizsgája. Május 26-án helytörténeti nap. A Móri Zsigmond Társaság nyilvános közgyűlésen, majd Mátyás király, az Árpácska gyermek színjátszókod előadása, idén Mátyás emlékében, ezért ez a sok Mátyás mindenhol fejtődik a programjainkban. 5 órától a leányfalujért emlékérem átadása, 6 órától pedig a Bolba Lajos terem avatása, amelyre mindenkit szeretettel várunk. Itt a Lipacsok amatőr színjátszókör műsorát láthatjátok. A Lipacsok, nem tudom, hogy ezt hogy mondtuk-e már, hogy a Lipacsok amatőr színjátszókör Pókaéva vette át, ő vezeti. Egy egészen másfajta vezetési stílus, viszont ugyanaz, tehát ugyanúgy tudják, mint a Lajos, és remélem, hogy sokáig együtt dolgoznak majd a csoport. És akkor a falunak. Igen. Jó, mert beszélhetünk róla, persze most is. Így összeállt pedig. Igen. Szerint tábla az mikor lesz a elhelyezve a Bolba Lajos elnevezett? Azt mi lakjuk ki ott a szóval? Május 26. Május 26-at, vagy csak én mondtam. Hát szerintem van abban az egyik. Igen, május 26-at akkor lesz. A táblát megrendeltétek, hogy mit csináljuk? Azt mi csináljuk. Mert az már kész van. Tehát van egy gyönyörű szép fotó aranykeretben. Azt megegyeztettük a családra az évekkel, hogy akkor azt szeretnénk, hogy mosolyog, az egy nagyon szép kép, és akkor alá pedig az évával állítunk össze egy sima egyszer ugyan alá kerül be egy szöveget. Tehát most nem lenne egy ilyen. Jó, tudom, mert ezek ötleteltek, hogy akkor nem tudom, hogy meg kell tervezni, és aztán valahol fölhívtam magam, de... Ez a házban belül lesz, tehát ez, ugye? Én. Tehát ez az nagy szint a színháztára lesz. Ez egy ilyen résztáblákban, amikről beszéltek, amikor ezt nevezzük el. Igen. Hát akkor úgy, hogy nekem? Hát én a színháztára lépőszertem meg. Ez egy vagyis a családra. Teljesen jó lesz, hogyha ez a család támogatja, akkor abszolút. Igen.
És akkor a falunak. Tehát július 27-28-ára esik most az a hétvége, a bizonyos hétvége. A helyszín továbbra is a faluház előtti partnán lesz. Az volt a célunk, hogy nagyon, hogy a helyieket, mindenek előtt a helyieket, a helyi csapatoknak, zenekaroknak tegyük lehetővé a bemutatkozást. Így aztán... Akkor én elkezdtem sorolni? Igen, nyugodtan. Pénteken 4 órát, a létezikai pontok csúsznak, változnak. Uh-huh. A Szekér Színház, az kötök, mert akkor érnek rá. Vasárnap dél zenekar a Lovagroliék, Rád Béláék a kombóval, Van Bornight zenekar, őt ismeritek, ők tavaly zenekart, ezzel zenéltek, és a Ripacsok amatőr színjátszókkal is bejönne a színházterembe, amíg a nagy színpadon Tunyogi Péter emlék zenekar készül. Uh-huh. És akkor utána lenne a Tunyogi Péter emlék zenekar, és utána pedig retro diszkó. Ez kb. 1 óráig tartana ezen a pénteki nap. Én erre kaptam, tehát a Tunyogit és a retro disztot kaptuk Horváth Misikétől. A többit azt mi szervezzük, tehát mi a helyieket, és ő hozza a külsős fellépőket. A szombati napon a Borba Évi jazz-tánca lenne idén a gyerekeknek, és nagyon szeretik. Cselei Tamás zenekara lenne utána. Utána az Öt vagy Sárkány, ők is helyiek. Tavaly nagy sikerrel voltak, és szeretnénk a Szabó Enikő zenekarát meghívni, mert ő már régen volt nálunk, és úgy gondolom, hogy itt várják. És akkor 7:30-tól jönne az, akit hoznak a Misikéjék, a Horváth Misiék, a Luis Eduardo Castagna Latin Band, az egy fantasztikus latin zenekar, ezt mindig imádják. Lenne a zongorista találkozó Boogie Boogie Show, vendég Fekete Jenő, majd retro diszkó. És akkor itt jön be az az összeg, amit tehát ezek a meghívott esti előadók, plusz hangosítás, plusz színpad, plusz fény, plusz színpadfedés, az összesen bruttó 1,524 000 forint, és utána jönne a mi helyi zenészeink, csoportok, tehát a fellépők, a szín... Plusz még itt be kell vennünk az egészségügyi biztosítást, illetve még a felmerülő reklám és a többi. Tehát összesen lenne az egész 2.324.000 forint. Legyen több. Ennél több, nem, igen, nincs. Kettő van beállítva. Kettő. Akkor majd elhúzom. Most már azon nem fog múlni. Nem tudom, esetleg valakinek még a falunak... És a főzőverseny, az már nem az minden évben. Igen. Szerintem a legnagyobb poén a főzőversenyre a Dunaparton. Szeretném kérdezni tőletek is, hogy valakinek valami, mert ugye ez most ugyanúgy megy, mint éve, most már elég sok éven keresztül, hogy a Misiék hoznak ugye nagyobb neveket, és akkor Beával együtt szervezik meg a fellépőket. De ugye többször volt róla szó, hogy esetleg még mást szervezni, nem szervezni, hogy legyen, hogy ez ügyben valakinek valami. Persze ötletelni lehet, de a megvalósításban is segíteni kellene, mert azért mindent a beállítsa. Tehát az van, hogy ez a másfél, tehát összesen 1,5 millió forintért kapunk 2 napra, tehát ezt úgy is kell nézni. Színpadon fényt, hangosítást, diszkóst, és végül is 3 zenekart. Uh-huh. Igen. Tehát ez 1,5 millió forint. Igen. És az úgy, tehát és ez 2 nap érte. Persze. Ez úgy azért az elfogadható. Amit még nem számoltuk be, ez a villán kiépítése, amit... Jó, rendben van már. Nagy áram. Ott már, mert van most kérdékei, meg lehet csinálva a könyvtárnak az oldalán, azt készen van. Tehát most már nem kell kábelt fektetni. Most időbe szólhatok. Na, akkor ez jó. Tehát most két helyről lehet venni áram, de most már csak elég lesz. Most sem elég nagy vettem ezt a fagulapokat. Alig kellett a vagy építeni, mert kiderült, hogy ott van is. Nem, hogy ott már készen van a létrejön. 100 000 forint volt az áramnak a
igénylése, amit az elvileg fizettünk vissza. De mindegy, hogy ezek túl elvileg kell, hogy legyen. Így két erről elé lesz. Jó. Akkor egyelőre... Akkor elfogadjuk a tájékoztatást. Igen, azt mondanám, hogy Dali, működik a sarampó. Köszönjük szépen, polgármester úr. Köszönjük. Lemülvezettem. Szuper. Kétszer meg. Te jutottad meg? Nem, hát akkor el kellett mennem, és elmondani, mit csináljanak. Jézus. Érzettem, hogy lett, mert egy három társaság majd kint, és egyiknek se sikerült. Ez nagyon jó, mert pont most töröltem ki megint egy bosszús képet, hogy tele van kocsival, gyerekek hordanak, de nem tudom, hogy ötlékre is menni. 67 ezer egyébként. Köszönjük szépen, akkor az igazgató asszony beszámolóját elfogadjuk, ugye? Egyhangú, köszönöm szépen. És akkor a következő tájékoztató a hely és irodalomtörténeti kiállítóhely aktualitásaival kapcsolatban, ugye a felújítással kapcsolatban, Teli, légy szíves. Villanyszerelő volt, szerintem lassan elindul volt ez a dolog, ugye János? Hát én remélem. Ezt a vállalkozó. Ott egymás mellett ültök két folyam még a nyakomba pluszba, de igyekszem. Jó, a Lassziét is még ezt is csinálni. Hát igen, a villanyszerelő volt, várom az árajánlatot, a vizes rendben lesz, tehát az megoldott. Én ott látok még problémát, hogy ugye ez de a 3 millió forint az tuti meg fog jönni most, hogy ugye való úrnak változott a státusza. A miniszterébe feltöltöttem a pályázatot. Igen. És ilyenkor befut, mert ilyenkor... És már úgy jelenik meg a fiókban, hogy támogatok. Tehát ez megjön. De akkor ez utólagos elszámolás lesz? Nem, ő küldik. Tehát ő küldik, hát ők már napokon belül küldeni ők el ilyenkor. Tehát akkor erre van ugye 5 millió forint. Igen. És hát ha a Telinek az elvárásai helyesebben, hogy hogy is mondjam, a... Hárgostan. Igen, egy kicsit nagyobbak. Tehát például, amikor világítása csak arra az egyhelységre hangsúlyozottan már kiépítve, az 1 millió forint. Már visszalépett. Visszalépett valamennyit, de tulajdonképpen most a építészetileg meg lesz csinálva a 3 kiállító helység, meg a folyosó. A WC-ről még nem beszéltünk, az egyébként marad. Így, ahogy van, de ott is már megragadott az orvosok, hogy kellene, nem rossz. Tehát nem volt sérült vécének. Én nagyon örülök, hogy elmondott helyet. Ja, de erről volt szó egyébként, hogy több ütemben fog zajlani. Nem, de minden rendben van. Megveszel. És a szakmai részén ott vannak könnyen vitáink, hogy ebben az egységben mennyit szabad beletenni. Mert hát most ugye itt az elvárások, mely az évet, magasságában voltak, csak az installációra. És az egy kicsit mindenki jól is húzta a száját, meg én is húztam a száját. Én azt szeretném mondani, hogy ugye ez egy terv nyilvánvaló, lehet ebből, mint ahogy látszott, hogy a világításban lehet visszalépni, de az is biztos, hogy egy bizonyos szint alá nem lehet menni, mert a kiállítás nem lesz élvezhető. Tehát ugye elég sok mindent elköltünk más helyre, és ez egy állandó kiállítás lesz, ami itt marad. Második dolog, hogy a irodalmi emlékházaknak volt egy hát konferenciája, ahol Annát és engem kértek fel, hogy erről a kiállításról beszéljünk. Nagyon nagy szakmai várakozással néznek elébe, mert miután a szükségtörvény volt, ugye nagyon kicsi a helyünk, tehát annyira újszerű módon kellett megközelíteni a dolgot, hogy reméljük, hogy összejön, és reméljük, hogy átmegy. Várnak rá, és hát ugye a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatója is azt mondta, hogy tudnak segíteni, tehát szakmai anyagokat tudnak támogatni, leírjuk, hogy mire van szükségünk, hogy mi áll rendelkezésükre. Higgyétek el, és hogy az idegenforgalom is arra felé megy most, különösen a Dunakanyarban, hogy várnak és nyitottak az ilyen szokatlan és jó programokra, mert ez föl fogja kavarni az állók. Tehát ilyen kiállítás szerintem nem nagyon van. De azért, mert hogy nagyon kicsi a helyünk. Tehát muszáj voltunk olyan attrakciókat
jó lesz, és muszáj rááldozni. Én tudom, hogy mindenre kell a pénz, és tudom, hogy a kiállításra nem szívesen, mert végül is mi az, hát ott áll valami, aztán vagy, vagy látják, vagy nem. Muszáj Lányfalunak erre áldozni. És a IKOM-nak az egy nagyon rangos múzeumi konferencia lesz harmadikán, ott is valószínű, hogy szót fogunk kapni. Tehát szeretném, hogyha a Lányfalu bekerülne, benne van az irodalmi köztudatban, de hogy egy kicsit ezt az álló vízrészét, ahogyan most ugye Móricz meg a többi dolog van, egy kicsit fölkavarjuk. Köszönöm. Én a magam részéről abszolút egyetértek azzal, hogy be kell fektetnünk a múzeumba, hiszen évtizedek óta nem történt semmi, és most végre elértük azt, hogy lehetőségünk van egy ilyen nagyszerű kiállítást megoldani. Igen, valóban felmerülnek mindig váratlan kiadások, mindig általában többbe kerül minden, mint a tervezett, de muszáj belefektetnünk, hogy legyen egy nagyon rangos, maradandó kiállításunk, hogy végre valami igazán látványos dolog legyen a múzeumban állandó kiállításként. Arról az a baj, hogy nem tehet arról, én igazán nem tehetek róla, hogy a múzeum olyan műszaki állapotban van, mint van. Tehát ugye ez tevődik rá ilyen nagy súlyként, amit cipelni kell, hogy olyan állapotban van, ahogy ugye, ha nem kellene felújítani, akkor tök jó lenne, és abból a pénzből, amit igazából a szakmára nyertünk, azon nagyon jól el lehetne lavírozni. Ugye az eredeti kubinyi beadvány az 6 millióról szól, és abban benne volt minden. Ehhez képest úgy tűnik, hogy csak az installáció lesz. Hogy csak a szakmai, igen, értem, János, persze. János, 6 millióról szólt, viszont most a szakmára 5 milliót kaptunk. Tehát egy millióval kevesebb. A kubinyit, amit te megkaptál, a 7 milliót kaptál rá, nem volt elhatározva, hogy a kubinyra adják. Ennyit adtak a 6 helyet. Tehát most, ha a szakból kifutotta volna az egész, jó, tegyünk bele, meg biztos, hogy fogunk beletenni, csak a mértéket kell megtalálni. Ha a szakból akkor kifutotta a felújítás is és az installáció is, most meg csak az installációról beszélünk 5-ről. Szóval nagyok a különbségek. Én hidd el, higgyétek el nekem, hogy hogy nincsen túl tervezve. Nincsen túl tervezve, és hát az, hogy a világítást így tervezte meg, nyilván jót akart, és 100 kiállítás van mögötte, biztos nyilván olyan falvaknak vagy városoknak a kiállítása, mit tudom én, az esztergomi Babicsház, ahol biztos nagyobbak a költségvetések. Hát megpróbáltuk a minimálisra venni, és hát ez van. Jó. Törekszünk is rá. Ha elkészülne ez a múzeum, szétbeegészte, akkor egy nagyon jó alap pluszba arra, hogy minden folyamatosan lehet lepályázni, bővíteni Móriczra. Tehát minden, azt én is láttam a faluházon, hogy amióta megújult a faluház, sokkal jobban indulunk egyszerűen a pályázatokon. Tehát most is, ha megvan az alap, a szükséges alap, akkor onnantól kezdve folyamatosan minden irányban, legkülön a múzeum pedagógiától kezdve a képzőművészeti, tehát akkor ezen hely van, ahonnan lehet még támogatásokat szerezni. Na most már megjelent az új kubiny, és én szeretném is, hogyha kis termet tovább a gyerekek felé. De most azért nem szólok semmit, mert mindig azt érzem, hogy úristen, a múzeum már. Egyszerűen azt érzem, hogy ez egy olyan teher a falunak, és hogy ennyire tervezik. Szóval nem is szólok róla, hanem várok majd egy évet, amikor majd megint, mit tudom én, ebből fellélegzünk, és fogunk a kis teremre a kicsit megpályázni. Én nem gondolnám, hogy ez teher a falunak, sőt, én azt hiszem, hogy büszkének kellene lennünk, és büszkének, és köszönetet kell mondanunk, hogy egyáltalán ennyi energiát fektettek ebbe az egészbe bele, hiszen egy nagyon elavult állandó Móricz kiállításunk volt, amit igazándiból már nem szívesen látogattak szerintem az erre kirándulók sem. Nem tudtunk túl sok újat mutatni az évek alatt, semmit nem változott ez a kiállítás. Úgyhogy én nagyon örülök és nagyon bízom abban, hogy ezt meg fogjuk tudni csinálni valóban egy európai szintű kiállítóteremnek.
Azt hiszem, hogy az Rósi volt, Gabi. Jó, én igazából nem értem, hogy most miért problémázunk. Én is azt gondolom, hogy a pályázatnak a szakmai részről kell szólni, és a falunak az infrastruktúrális részét azt muszáj. Én persze nem látom bele a pénzügyben, meg hogy mennyi költségvetési tartalék van, de én úgy tudom, hogy ezért van. Tehát most ez ahhoz képest, a tartalékhoz képest, én szerintem elenyészve, ez egy olyan hosszú távú befektetés, amin hát nem szabadna így filléreznünk. Jó, persze nem filléreznünk, hanem milliózunk, de akkor is a modelleihez képest, én azt gondolom, hogy filléreznünk. Értem, köszönöm. Egyet is értek. Gabi? Én nem is tudok más mondani, csak köszönetet mondani nektek, de elsősorban neked. Nagyon sok minden elmarad az eltelt évtizedekben, többek között a múzeum is. És most, hogy már gazdája van, most, hogy már visszük tovább, egyszerűen becsületben ül egyrészt, másrészt a falu imázsát is növeli, harmadrészt ez egy kulturális település. Eltekintve attól, hogy a felújított dolgok könnyebben jutnak támogatáshoz, ne haragudjatok, de ennek a falunak, ez a falu megérdemel egy jó múzeumot, és köszönöm szépen, amit csinálsz, és amit még fogsz is. Tehát én teljes messzélességgel támogatom, hogy segítse a falu, számítsuk ki, de ne garasoskodjunk, mert a múzeum, a faluház visz előre bennünket. Köszönöm. Köszönöm én is, Laci. Régi igazság, spórolásnak ára van. Ugye nem költöttek a múzeumra az elmúlt években, ugyanez a strandnál, tehát most ne ennek a projektnak, a beruházásnak legyen felróva az, hogy mi lett elmúlt azt az elmúlt években. Ki kell fizetni ezt a ne nevezzük tanulópénznek, mert biztos, hogy tudták ezt évekkel ezelőtt, akik üzemeltették, vitték itt a falut. Tehát ez szerintem nem lehet elspórolni. A másik, ugye én mindig hazabeszélek a környezet, már Móriczról van szó, ott az a Móriczkert, ott az a kerítés, ami szétrohadt most már. Ez egy éven belül az egész, katasztrofális. Mi lesz azzal például? Vagy egy sövényt ültessünk eléje, ami eltakarja, de kellene gyakorlatilag kultúráról rengeteg szó van, a környezeti kultúrában érteni. Azt mondom, itt ez a képviselő testület, a lehetőség, nem nagy pénz, de ezt az egész főutcát végig lehetne virágos cserjékkel ültetni, nem nagy pénzbe kerülne, nevetséges összeg ahhoz képest, hogy mikre mennek el pénzek, és ráadásul be lehetne a lakosságot, civileket vonni, és teljesen másként néz neki. Tehát én azt mondom, hogy ez a testület ne hagyja ki ezt a sanszot, hátra van egy éve, ősszel és tavasszal két ütemben meg lehet csinálni, én egyet kérni, kapja meg a falunak a térképét, majd a cserkészekkel összefogunk, felmérjük, és én csinálok erre egy ajánlatot, nem kell egy fillérbe se, tudom, hogy milliókért terveznek meg itt mindent, egy fillért nem kérek, szeretném, ha ez a falu másként néz neki, és meg tudom szerezni azokat a forrásokat is, hogy legolcsóbban hol lehet beszerezni a tilák cseréket, hogy lehetne ezt összehozni, költségvetést is csinálok hozzá, mi lenne, ha piaci áron menne, és hogy lehet ezt olcsóban megcsinálni. Azt mondom, hogy ezt nem szabad kihagyni. Milyen térképen kész hozzá? De én nem értem, erről már beszéltünk. Ezt a lakcián de fölajánlottam. Tehát tudom, hogy sokszorban sok mindenről szó, sok mindenre rábólintunk, aztán elfekszik az egész. Laci, édenes, ha ilyen segítséget felhívom, azt köszönöm, hogy a szakmai segítségére, valójában kérdezik, hogy milyen térképen kész. Hát én nekem azt kellene, hogy gyakorlatilag első etapban, tehát itt a fő utca, hogy térképszerűen ezt meg tudjuk kapni, mert akkor én a cserkészekkel szövetkezni, az lenne a kérés, tehát bejelölnénk az adott házak előtt, ők kimennének felmérni, hogy mekkora az adott zöld felület, ami járda kerítés között van, lefotóznák,
azért, hogyha szükséges, akkor akár meg lehessen csinálni Photoshoppal azt, hogy hogyan néz neki, milyen növényekkel egy-egy szakasz. Oké, de most ugye a térképről visszatérve a live-onok van térképe, egy ekkor. Most van a falra, ki van most már téve, összeragaszott, nagyon hosszú, 2,5 méter hosszú térképe. Most milyen térképet lehet? Kellene egy hosszú térkép nekünk az, hogy azon keresztül, hogy végig lehessen menni, hogy tudnánk jelölni, számozni, vagy digitálisan megkapni, és akkor annyira ügyesek a mai gyerekek, akkor digitálisan csinálnák. Hogy? Fönt van a honlapon. Jó. Mert első ütemben abszolút a fiúta. Jó, a digitálisan jó, úgy megvan. Tehát kinyújtatva ilyen hossz. Jó, akkor digitálisan, akkor ebben van. Digitálisan jó, mert akkor lehet szeretnelni. Mert egyébként meg csak A3-as darabokban van, meg nehéz átkozni. Jó, mert ugye vannak olyan szakaszok, mint tehát mit nem mondjak, ott az a dohányból, ott az a kis zöld idézően sziget, össze-vissza járták a kocsik, középütt a... oda pár sziklát betennénk, egy-két növény, és egyből jól néz ki, ugyanúgy... A múlis hát de az ugyanúgy része, az egy kerítés, az egy magántulajdonnak a kerítése. Tehát ott oda be lehet ültetni egy sövényt, ami eltakarja. De hová? Eléje. Eléje. El lehet a tulajdonos köteletni a falukért. Tartsa rendben a kerítést. Na most képzeljétek el nekem, mikor csoportot, hogy itt a Móriczház, amiből semmit nem látsz, és itt van ez a telek, ez a kerítés. Bocsánat, itt most teljesen független, csak eszembe jutott, és öreg vagyok is elfelejtem. Pont most jutott eszembe a falukké védett négyfőkét. A kocsisféle lejlancsor lassan az eget veri. Eltakarja a kilátást, eltakar minden. Tehát ott viszont, nem haragudjatok, de kötelezni kéne a tulajdonos, hogy a védett falukképünket és a látványt, azt ne tegye tönkre. Ez ilyen volt régen, többször is felszólítottuk, hogy nyírja, akkor meg is tette. Az utóbbi időben nem figyeltünk rá, de ez szintén a falu értékei közé tartozik. Az építészeti vonatkozásban a tervtanács is mindig figyelembe veszi a látványunkot. Rendben. Nagyon sok, mondjuk most innen a helytörténeti ilyen múzeumtól elkanyarodtunk egy picit. Nagyon-nagyon sok dologról kellene beszélnünk, nagyon sok mindent kellene csinálni. Én sem vagyok híve annak, hogy büntessünk, de az utóbbi időben borzasztóan elhanyagolttá váltak bizonyos szakaszok a faluban, és a főúton nagyon sok ingatlan. Na most ugye ez az a szakasz, ahol átutaznak rajtunk, és erről vonják le ugye a konzekvenciát, úgyhogy ebben szeretnék én is változást elérni. Nem tudom, hogy lehetne felszólítani, kérni a telektulajdonosokat, és hogyha erre sem reagálnak, és én azt hiszem erre már volt példa, akkor lehessen büntetni, ha muszáj. De muszáj lenne lépni, mert iszonyatosan szemetes és rendezetlen végig Szentendrétől Tahíjig, vagy Tahítól Szentendréig a főút melletti két oldal. Jegyző asszony. Kicsit csalódott voltam, mert rengeteg felszólítás ment ki, tehát ahhoz képest, hogy a kolléganőm folyamatosan ilyen, ebben az időszakban már csak szinte ezzel foglalkozik, mert viszonylag kevés a fakivágási kérelem ilyenkor. Tehát elmennek, sőt, hogyha tudjuk, most is szólt egy szomszéd, hogy szólítsuk a szomszédos ingatlanát, tehát folyamatosan mennek ki a felszólítások. De volt tavaly egy érdekes eset, amikor már többszöri felszólítása sem történt meg egy megtisztítás, akkor értelem voltam egy minimális összeget, ez a 30 ezer forint volt az a minimum, ami bírságot szabtunk ki egy ilyen nagyon elhanyagolt, gazos, már kommunális szeméttel is tele ingatlan. És megfelelbezte, fölmet a kormány hivatalhoz a másodfokra ez a felelbezés. És a kormányhivatal azt mondta, hogy hát igazából ez két külön határozatban kellett volna nekem meghoznom egyrészt azt, hogy itt a kommunális, tehát hatáskori problémák vannak, ezt nem lehet egyben kezelni, külön kellett volna kezelni a kommunális hulladékot, meg külön a zöld. Tehát az, hogy nincsenek a számol telek. De legjobb lett volna az, hogyha mi kényszerkaszáltatjuk, tehát kényszerkaszálással gyerekkel, és ráterhelem a
tulajdonossal, de ilyen csapongó volt az egész. Nagyon elment a kedvem a pírságolástól, tehát én ezek után továbbra is arra fogok törekedni, hogy szép szóval érjük el, hogy kasszálják le a tárgyakat. De amit volt egy kényszerkasszálós történet, az 300, mennyit fizettünk el? 60 ezer forint. Végül is az bejött, mert időközben az öregünk meghalt, és az örökös kifizette. De egyébként, hát az amúgy sem tudjuk be, mert Laci mondta, hogy elhangzott, hogy hú, vannak rajta, hogy nem adhatjuk oda beavató cégeknek, hogy hagyják be az adóhát forintot. Nem adhatjuk oda, nem mondom, hogy most fölfogadunk ennyit, ez nem működik, önkormányzat nem tehet ilyet. Én hát annak idején, én nem voltam formálni, tehát ezt körbe jártam. Mert volna behagyó, hogy jelentkezik, hogy az alba. De jó, hogy van, nem működik. Nem adhatjuk ki. Gabi? Köszönöm. Akkor viszont Jegyzőszönhoz intézem a szavaimat. Tapasztalatot szereztünk a kormányhivatalt illetően. Bontsuk szét 20 féle szálra, teljesen mindegy, de szép szóval, mint látod, sokra nem megyünk. Közterületfelügyelőnk nincs, kancsukánk nincs, a dolog meg partalanná válik, a falu meg pusztul. Tehát ha nem is fönn a hegyen, ott majd, hogy nem, a tulajdonosok jobban ügyelnek rá, de a 11-es mentén, ami valóban a falu első benyomását adja, mindenképpen el kéne érni, ha Móricz, ha nem Móricz. Ha kérhetném. Jó, még a Laci is utána ezt bezárjuk. Tehát egy technikai dolog. Tehát a járda és a kerítések közötti rész, ugye az a probléma, hogy megnyúl a gaz. Totálisan lehetne gyomírtani. Tehát egyszerűen végigmenni egyszer, totális liarka, kinyomatni az egészet, bekapálni, és megszűnne a gaz. Megszűnne. Tehát, ha cseréket akarunk ültetni, úgyis előtte ugyanezt végig kell csinálni. Lehet, hogy kétszer kell végig permetezni, de nem egy nagy történet, mert én tudom, hogy hány ezer négyzetmétert permeteztem le idén tavasszal már. 60 ezer négyzetméter zöld felületet tartok el egy személlyel, ketten. Tehát tudom, hogy mit lehet megcsinálni. Ma is két óra alatt 1500 négyzetméter kaszáltam le fűkaszával. És itt el vagyok kárpicsorodva látva, gerincsérvel, két hete operált érdelét, és öt hete operált kézzel. Hogy tudják, hogy miket csinálnak meg, és oda vannak, hogy tudják, hogy mekkora teljesítmény. Nevetséges. Tehát 63 évesen én tudom, hogy mit tudok megcsinálni, hogy mit lehetne megkövetelni, tudom azt. És ha lenne két főállású ember itt, akinek az lenne a feladata, hogy kasszáljanak, rendben legyen téve, tip-top rendet lehetne tartani. Utolsó, igen, Edike? Bocsánat, igen, tényleg szegény Edibe belefogjottuk a szót, de felépított egy láncolatot. Edib, én ezzel már átléptem, ezt muszáj végig csinálni is végig. Akármilyen módon. Csak annyit, hogy van nekünk egy fagdalom akár egy fénk, aki szállítólag betartja a fagot. Most ne haragudjatok, én a HC ugye fizikai munkát, tehát ő vezeti az autót, meg ellenőrzik embereket. Azon kívül két embert látok, akik a polgármesteri hivatal körülményeket rendezik. Plusz egy. És én nem tudom, hogy a Molnár Ferivel ez a kapcsolat élen most már évek óta tart, eleinte jó pár emberrel dolgozott is, mert ezek az emberek valahogy elkoptak, és ez nem a fagyónak elfér. Én úgy gondolom, hogy ők nem tartják rendben. Két emberrel nem is lehet. Három vannak egyébként, most a HC-re fővegy nyílt, Dunapart most le van írva, el lehet menni, én elkezdettem velük az összes falevelet, összeszedték azokban az utcákban, a mellékutcákban is, nem igaz az, hogy csak itt dolgoznak. Nincsen ember. Nyugodtan most lehet mondani, az Orbiából jövök most is, ott alkalmaztuk a Pityút, most hagyd nem mondjam semmit sem. De János, hát a Farugonok Kft-nek kell alkalmazni, hogy ezeket? Ki? Vagy ő sem kapja, neki. Mert elhangzott ezzel, szerintem jól van, mondjuk föl, én biztos nem fogom már az én időmben felmondani. Mondjuk fel a szerződést, mi alkalmazunk pedig ebben. Honnan? Honnan megyünk el, könyörgöm, aki kaszálni fog, aki bármit fog csinálni. Honnan? Mert ez úgy megy, hogy ma Magyarországon, ott már jön is, és ilyen ülemben, biztos. Az Orvilában második embert tettük föl.
Az első se csinált semmit, a második se. Kránit Gabi ápolja a kertet, azt mondta, hogy ő majd kertészetet csinál, 5 éve. Nézzétek, meg hogy ölés. Én kaszáltatom azt is. Azt, hogy tudja a kaszáltatni, a Laci mondja, hogy semmi se a kaszálás is, hogy van ember. Így könyörgök, hogy valaki jöjjön aztán, kaszálja már a könyörgök. János, vannak cégek, akik csak kaszálással foglalkoznak. Tudok mondani, kérek ajánlatot, tudok irányítani felé. Ide jönnek, megvan, havonta kétszer jön, és egy perc, profi módon, hogy mennyiért. Hát meg kéne kapnom a zöld felület mutatót, hogy hány négyzetméter kell kaszálni, és akkor fogok kérni erre ajánlatot. Hát ismerek, hát egy csomó ilyen cégek. Akkor ezt megbeszéljük. Zsolti, nem a nyugodtan kérhez, mert egyszerűen képtelen vagyok megkaszáltatni azt is. Köszönöm. Meg a fűnyírásra is. És a térképet meg akkor fogjuk. Jó, négyzetméter, meg kapjam meg, hogy mindig a kaszálás. Akkor szeretném megkérdezni, hogy elfogadja a bizottság a helyi és irodalom történeti kiállítóhely beszámolóját az aktualitásokról. Köszönjük egyhangot. Az egyebekben fölvettük az Orsi kérte az Orgvillával kapcsolatban a legős tábor. Ezükben szeretne valamit mondani. Igen, annyit szeretnék erre mondani, hogy mi ugye a cselekvés csapattal alapvetően olyan táborokat csinálunk, amit a hozzátartozó gyerekeknek szervezünk, különböző korosztályokban, de most van egy olyan ötletünk, hogy mi a vezetők közül 4-en korábban édeszámításunk előtt foglalkoztunk legős cselekvészettel, ami gyakorlatilag a cselekvészetnek egy ilyen hagyományőrző ága, 4 táncos, 4 dalos, kézműves, népi kismesterségekkel foglalkozó szakága, és nagyon sokáig vezettünk és szerveztünk ilyen táborokat, először csak gyerekeknek, utána, amikor ebből kiöregettünk, akkor szerveztük családoknak. Most ugye sokattal foglalkoztunk, egyszer úgy elhalt, de most utána szeretnénk egy ilyet csinálni. És most próbaképpen idén szeretnénk egy ilyen 4 napot összeállítani. Erre a szakmai programra már adtunk a pályázatot. Vagy nem, ez ilyen, de máshonnan meg egyébként lenne a szakmai részére, tehát az előadókra, a kézművesekre, tánctanára, a zenészekre, mindenre lenne tehát pályázati forrásunk. Az étkezést a résztvevők maguk megoldanák, és akkor az a kérdés, hogy mi gondolkozhatunk-e abban, hogy ott a csapat otthon környékét, a kertet és hogy az Orvilának az épületét használhatjuk-e június 28-a és július 1-e között. És hát nyilván a felmerülő költségeket, ilyen víz, villany, tehát a rezsiköltséget, azt tudjuk vállalni, mi amit szeretnénk, hogy ezért külön bérleti díjat, ha lehet, akkor ne kelljen fizetnünk a villanyra. Ez nem a felvetés. Időpontilag? Időpontilag az András nekünk megnézte egyébként, és azt mondta, hogy szabad. Tehát, hogy nincs arra a szervezett program arra a hétvégére. Jó. Köszönöm. Akkor szeretném azt kérdezni tőletek, hogy szerintetek ez egy támogatandó dolog-e, hogy ugye erre a 4 napra a cserkészek megkaphassák használatra az Orgvillát magát is. Igen, az létszámilag olyan 40-40 körüli satszoljuk, hogy mennyi ember tudnánk ezzel megszólítani. Nyilván a helyieket is, szülőket, a környékbelieket, és hát a mi régi kapcsolatunk egyébként azért onnan is számítunk résztvevőkre, és hát szerintem mert a csapatot már nem tudjuk megvenni, tehát egy táncházhoz vagy a kertházhoz, akik ilyen állít, egy nagyon igen, azért, de a tábor jellege az nem ott tavos lenne, tehát hogy napközi bejárós, tehát reggeltől estig van program, este táncház az záró, és akkor utána mindenki hazamegy aludni. Mm-hmm. Tehát, hogy ilyen, de nem olyan jellegű távol, hogy ott van. Egyáltalán milyen a hozzáállás? Polgármester, lehet? Semmi probléma, úgy adjátok vissza, hogy megkaptátok. Vagy még szemben. Ez abszolút. Én szerintem abszolút támogatandó dolog lenne ez a 4 nap is. Nem tudom, valakinek valamilyen más vélemény ezzel kapcsolatban? Semmi. Jó, akkor viszont testületnek kell erről dönteni, vagy elég, ha mi támogatjuk? Jó, akkor viszont... Kértem viszont valamit, igen? A Pétertől már beszéltem vele,
tárgya a lobbalanításban egy közreműködés. Ugye másodikben lesz azon a területen, mi már láthattak ki, kiortuk ma a hűtőszekrényeket, hogy most elvileg a villa már lehet mondani, hogy ki van teljesen. Szóval egy picit plusz segítség jár. És a Péter mondta, igen, és hogy nem csak a Gránic mutassa meg, hogy mit lehet kivinni, mert ugye ő a villany gyűjtőgető volt, és a Gránicsal is beszéltem. A Gránic azt mondta, hogy megvan a Péter száma, felveszi a kapcsolatot, és akkor másodikán reggelig ott vannak azok a magyarul végén jönni az egész telken, és akkor kihordani a cuccot. Akkor kérdezem a bizottságot, hogy akkor támogatjuk azt, hogy a cserkészek a megadott időpontban a legőstábor céljára használhassák az Orvilla épületét, és aki ezt támogatja, az kész feltartásra. Egyhangú, köszönöm szépen. Igen, Gabi? Bocsássak, hogy megint elkésvén az ügyeletben nem tudtam felvetetni egy csak egy tájékoztatást, egy témát, ha mindent végeztünk. Végeztünk, úgyhogy elvileg elmondtuk. Polgármester úr és az önkormányzat lévén a Leányfalu része a Limes vonalnak. Meghívást kaptunk Komáromba, ahová a polgármester úr engem delegált. És ott is voltam, bár maródi voltam, de végigcsináltam. Érdekes is volt, meg nem is. Az anyagokat majd polgármester úrnak fogom továbbítani. De a legfontosabb üzenet zömében a részben a szlovák-magyar együttműködés a Limes kapcsán és Észak-Magyarország kapcsán egy kis önfényezés volt, de gyakorlatilag Hiesler úr, aki Budakeszin a saját házában birtokol a Limesből egy darabot, fantasztikus ki is van állítva, és évtizede dolgozik azon, hogy a Limes az a világörökség része lehessen. Úgy néz ki, hogy 19-ben, emlékeztek, tájékoztattam a testületet, hogy beadtuk, és 19-ben meg is fogja kapni a teljes Limes vonal, Németországtól kezdve egészen a Fekete-tengerig, benne mi is. A legfontosabb, én ezt majd a testületére fogom összeállítani, az volt, hogy nagyon késésben vannak a települések. Mert ekkora marketing lehetőséget nem lehetne kihagyni. A települések vállalkozói, cégei, a lehetőséget látó tagjai kellene, hogy már most gondolkozzanak szállásoktól kezdve, szálláshelyektől kezdve, mindenféle egyéb olyan turisztikai fejlesztésen, amely ki tudja használni azt, hogy a világörökség része lesz a Limes, és Leányfalu ennek része a mi kis erődünkkel. Tehát én Hiesler úr előadását megpróbálom összegezni, és pár szóban a testületet tájékoztatni a jövő héten, de az ötlet igen fontos, mert ha lecsúszunk róla, elveszítünk egy gyakorlatilag ölünkbe hulló hatalmas marketing lehetőséget, mert mindazon helyszínek, amelyek a világörökség részévé váltak, turisztikailag fellendültek, de ezt is kell szolgálni infrastruktúrával. Tehát valamilyen módon gondolkodnunk kéne azon, hogy akár összehívjuk a falu vállalkozóit, akár gondolkodunk rajta, akár az újságban tájékoztatjuk a falu lakóit, hogy ez a lehetőség milyen előnyökkel járhat mind az ő részükre, mind a miénkre, mind településre egészében. Úgyhogy érdemes is volt, meg nem is. Valójában ez volt az egyetlen igazi és nagyon fontos előadás, bár lelőtték volna, de nem hagyta magát, úgyhogy, úgyhogy jó volt. A többi az másodrangú volt. Meglátjuk a jövő évet, de az idő halad. Köszönöm. Köszönöm a tájékoztatást, és akkor ezzel a nyílt bizottsággyűlésnek vége van. Köszönöm szépen a részvételt. Akkor jön az át 5 percünk.